elmúlt 5 évben évente megszerveztük a székelyföldi ITC és innovációs konferencia néven ismert rendezvényünket, és azt tapasztaltuk az aktivitásunk alatt, hogy mi folyamatosan beszélünk önkormányzati digitalizációról, vállalkozói oktatásról, a vállalkozás serkentési programokról, és egy adott pillanatban rájöttünk, hogy ez nem más, mint székelyföld digitalizációja, tehát egy egyszerűbb, érthető és mindenki számára világos rebrandinggel jöttünk vissza, ez a digitális Székelyföld konferencia. A 6. Székelyföld digitális konferencia és a szervezője, az IT Plus Cluster tevékenysége, úgy gondolom, nagyban elősegíti úgy a román-magyar relációban, mind a magyarországi magyar és erdélyi magyar, székelyföldi magyar, tehát a magyar-magyar relációban is a gazdasági kapcsolatokat. Természetesen szektorálisan gondolok itt az IT-re, a digitalizációra, a digitális világra. Lemérhető ez sok mindenben, lemérhető abban is, hogy a konferencia fővédnöke Palkovics László miniszter úr, de lemérhető abban is, hogy nagyon sok magyarországi vállalkozás regisztrált a rendezvényre, és van itt a rendezvényen köztük nagyok is, olyanok is, akiknek a világban is jól cseng a nevük. Ugye túl vagyunk a Cambridge Analytica botrányon és a GDPR szabályozás bevezetésén, most már túl vagyunk, viszont egyre érzékenyebben érint mindenkit a személyes adat, és ezért is az idei év fő húzó tematikája kibervédelem, kiberbiztonság. A workshopokon, előadásokon keresztül, life hacking bemutatónkon keresztül próbáljuk szemléltetni ennek a fontosságát, és próbálnánk felhívni a vállalkozók és a résztvevők figyelmét erre az igencsak érzékeny jelenségre. Szerintem nagyon időszerű a témaválasztás. Elsősorban azért gondolom ezt, mert 2018-ra elért a világ egy olyan pontra, ahol a digitális fejlődés nagyon felgyorsult, nagyon sok olyan megoldás, új technológia lát napvilágot, nagyon sok olyan remek szolgáltatást mutatnak be nap mint nap, ami az emberi életet nagyban megkönnyíti, viszont annyira gyors ez a digitális fejlődés, hogy a digitális biztonsággal kapcsolatos tudatosság egyszerűen nem volt képes lekövetni az utóbbi időben. Egy egész egyszerű dolgot nem kell megtenni, rákattintani azokra a linkekre, amiknek nem kéne ott lenni. Ennél egyszerűbb dolog nincs, mégis rákattintunk ezekre a linkekre, és aztán ebből meg ismét probléma van. Tehát itt a képzés, erről való beszéd, ez alapvető fontosságú lenne. Ma egy hiánypótló digitális kezdeményezést indítottunk el Transylvania Now néven, amely egy honlap és egy ehhez kapcsolódó szolgáltatás, amely bemutatja az erdélyi magyarságot, Erdélyt. A jelenről szól ez a honlap és a jövőről, és a digitális Székelyföld konferenciának ebben az is a szerepe, hogy ez nagyon jó táptalaj, illetve plusz energiákat tud ennek a honlapnak adni. Az a célunk, hogy ennek a platformnak a segítségével minél több európai döntéshozóhoz, befolyásolóhoz eljussunk, politikusokhoz, újságírókhoz, befektetőkhöz, de egyszerű látogatókhoz is. Alapvetően azt szeretnénk, hogyha minél többen a világban beszélnének Erdélyről, mert aki Erdélyről beszél, az valószínűleg jobban megérti, hogy mi is történik itt. Akár évforduló ünneplésének is tekinthetjük ezt a konferenciát, hiszen szinte pontosan 2 évvel ezelőtt történt az egy helyi gazdasági konferencián, hogy először jelentettük be ugye a városvezetés, az udvarhelyi városvezetés kezdeményezésére a székelyudvarhelyi regionális IT fejlesztési programnak az elindítását. Ez gyakorlatilag a helyi IT szektornak a felpörgetését célzó fejlesztési program, és ugyanekkor alakult meg a UHAB, ami a UHAB udvarhelyi széki ITNC közösség, ami gyakorlatilag a helyi IT szakembereknek, illetve a helyi IT cégeknek a közössége, és hát azóta szerencsére nagyon sok szép projektet sikerült végigvinni ezzel a közösséggel, úgyhogy azt hiszem, hogy beszámolhatunk a néhány látványosabb eredményről. Gyakorlatilag ez az a fórum, ahol találkozhatunk innovatív emberekkel, olyan emberekkel, akik az IT szektorban dolgoznak, tulajdonképpen ők a célcsoportunk. Tehát nagyon-nagyon kevés ilyen rendezvény van, amelyik ennyi embert mozgat meg, és ahol ilyen magas szinten tudunk ismerkedni és bemutatkozni a vállalkozó vezetőknek, illetve úgy általában az IT szektor, a székelyföldi digitális világképviselőinek. Nagyon jól éreztem magam itt, nagyon-nagyon tartalmas volt a délelőtt, úgyhogy tényleg gratulálni tudok csak a szervezőknek, és azt gondolom, hogy ennek a konferenciának nagyon helye van itt Erdélyben, a Székelyföldön, ezt a jövőben is meg kell szervezni, lehetőleg nagyobb formában kiterjesztve, mert a jövőnk, a közös jövőnk szempontjából nagyon fontos.